Hetedik feladat következik. A helsinki.txt állományban hibásan egybeírva kajakkenu került a kajak kötőjel kenu sportág neve. Hibásan? Ah, igen. Készítsen egy szöveges állományt helsinki2.txt néven, amelybe helyesen kötőjellel kerül a sportág neve. Az új állomány tartalmazom minden helyezést a forrásállományból. A sportágok neve elé kerüljön be a megszerzett olimpiai pont is a minta szerint. Ezért csináltuk meg a függvényt az ötödik feladatba. Úgyhogy ezt most fel tudjuk használni most is, és ne kelljen megint megírni azt az egybeágyazott feltételt külön. A sorokban az adatok szóközzel válassza. A sorokban az adatokat szóközzel válassza el egymástól. Na hát, egy fájlba ki kell íratni, egy új fájlt kell létrehozni. Azt is kikommenteljük, hogy hetedik feladat. És azt mondjuk, hogy ugye erre nem tudok most jelenleg más módszert, mint hogy egy Streamwriter-rel írottjuk ki a fájlba a dolgokat. Ami úgy történik, hogy a Streamwriter, és ennek adunk egy nevet, kiratás legyen, de amúgy lehetne csak simán SV vagy bármi más. Ez azt mondjuk, hogy New Stream Writer, és ide a zárójelbe, idézőjelbe meg kell adnunk a fájl nevét, amit a mintában, vagy a feladatban megadtak, hogy helsinki2.txt legyen. Tehát ez, rámegyünk, helsinki2.txt. Ez annyit fog csinálni most ez a sor, hogy létre fogja hozni nekünk ezt a helsinki2.txt fájlt a mappánkba, oda, hova bemásoltuk a sima helsinki.txt fájlt. És ugye erre majd mi a kiíratás névvel tudunk itt a programban hivatkozni. Ezért lefuttatjuk a programot. Itt nem ír ki semmit, mert ugye nem írattunk ki semmit. Viszont bezárjuk, és megnyitjuk a mappát. Itt belemegyünk megint a BIM-be és a debugba. Itt már itt van a Helsinki 2. És ebbe kell majd kiíratni nekünk a dolgokat. Hát visszamegyünk C-sharpba, és bizony, hogy kiírassuk a dolgokat, az ugye feltételt kell szabnunk, de előtte még, mielőtt ezt elkezdenénk és vizsgálni kezdenénk a dolgokat, ugye itt van a feladatban, amit ugye már említettem, hogy a sportágok neve elé be kell rakni az olimpiai pontokat is. És itt van egy külön minta a Helsinki 2-höz, és itt láthatjuk, hogy ide berakták, hogy ugye a második helyezést ért el a kajakkenu csapat, oda, és hát itt egy kenu 1-es, pont nem csapat, ott ugye 5 olimpiai pontot ért, tehát ide a kajakkenu elé bekerült ez, és ez mindenhol így van az egész fájlba, feltehetőleg. És hát ezt többféleképpen meg lehet oldani. Én ragaszkodom ahhoz, hogy itt is egy listát használjunk. Viszont ide már nem kell a struktúránkat használni, mert ide csak tényleg csak a pontszámot akarjuk elmenteni. Szóval egy intes listát akarunk létrehozni. És akkor azt mondjuk, hogy pont, legyen a neve pontszám. Jelölő new list. Int. És zárójel, lezárjuk a sort. Ezzel létrehoztunk egy listát, amiben majd eltároljuk ugye a pontszámokat. És most kezdjük el a for ciklusunkat. Be azt mondjuk, hogy int i jelölő 0, i kisebb, mint tem.length, ugye ez még mindig a szokásos. És megsúgom, hogy valószínűleg a 8. feladatban is ezt fogjuk használni, már ha szükségünk lesz rá. És for cikluson belül először is ugye minden számhoz hozzá kell, vagy minden egyes sorhoz hozzá kell rendelnünk egy pontszámot, amit a következőképpen tudunk megtenni. Kell nekünk ez a pontszám. Pontszám pont add. Add. Ugye ezzel tudunk új sort létrehozni a listába. Ide azt mondjuk, hogy ennek az értéke
az legyen, hogy a függvényünk, és abba beírjuk a listánk ijedik elemének a helyezését, mert ez alapján fogjuk megkapni a pontszámot. Így a pontszámba ugyanolyan indexel fognak bekerülni a pontszámok, mint a listába a többi adatunk van. Tehát a pontszám mondjuk első, vagy első indexel ellátott sor, az a második sora, az a pontszám lesz, amit a rendes listánkba a második sor helyezésért kap az adott versenyző, szóval teljesen szinkronban lesz a kettő egymással, nem kell majd trükközni, hogy mikor mit írassunk ki. Na és most kell egy feltételt hoznunk. Ugye az a feladat főbb része, ez csak egy mellék része lényegében, de a fő feladatunk az, hogy ugye a kajakkenő egybe van írva, de ezt nekünk így kéne. Viszont valószínűleg ez így nem fog normálisan működni, legalábbis szerintem. Mert amikor már próbáltam ilyet, akkor nekem nem érzékelte a kötőjelet a TXT-ben, csak ilyen kérdőjelekkel cserélte ki, de mindegy, beírjuk így, az a biztos. Aztán majd meglátjuk, hogy most működik-e. Szóval feltételben nekünk meg kell adnunk, hogy a listánk ijedik sorának a sportága egyenlő-e a kajakkenúval. Mert ha igen, akkor más, ugye másképpen kell kiíratnunk a sort a fájlba, nem pedig csak úgy, ahogy akarjuk. Na de hogy íratunk ki fájlba? Hát elárulom, nem egy nehéz dolog ez. Annyi, hogy ugye itt, ahogy a konzolba kiírattunk, ez a console.writeLine, annyi, hogy a konzolt kicseréljük a streamwriterünk nevére, azaz erre a kiíratásra. Tehát ide beírjuk, hogy kiíratás.writeLine, és akkor ugye meg kell adnunk, hogy mit írjunk ki a fájlba, ami itt a mintában láthatunk. Tehát kell a helyezés, utána elválasztva a létszám, a pontszám, a sportág és a versenyszám, amit én a kapcsolzárójeles módszerrel fogok megcsinálni. Így biztos oda kerül a space közé, mert én rakom be. Itt inkább sorba megyünk, hogy átlátható legyen. Ugye a nulla, ez az első elem, ide kell nekünk a helyezés. És mivel soronként kell kérni, és még a for cikluson belül akarjuk ezt kiíratni a fájlba, ezért ugye hivatkozunk kell rá, hogy a lista ijedik elemének a helyezését írassa ki először, ugye ez először a nulladik lesz, és így tovább. Aztán space, egyessel jelöljük a listánk ijedik elemének a létszámát, igen, az a következő. Aztán jön kettessel a pontszám, amire úgy tudunk hivatkozni, hogy pontszám ijedik eleme. Ide nem kell mögé semmi pont valami, mivel ugye ebbe csak egy sorba egy adatot tárolunk, tehát itt nem kell még külön hivatkozni, ez így pont jó lesz nekünk. Aztán kell nekünk a sportág, ez lesz a 3-os itt. Tehát azt mondjuk, hogy a lista ijedik elemének a sportága. És még utoljára, nem, ez pont nem kell most nekünk. Mivel ugye pont az a feladatunk, hogy ezt kell vizsgálnunk, hogy a kajakkenu, ez így, ha úgy... Most az van, hogy ugye azt is kérjük, hogy ez a kajakkenu lesz-e. Ha igen, akkor viszont nem kell kiírnunk a sportágat, hanem helyette azt kell beleírnunk ebbe a fájlba, hogy kajakkenu kötőjellel. És utána ez a sportágunk, és utána jön majd a versenyszám, igen. A versenyszám.
és így jó is lesz a kiíratásunk, bár a kajakkenu esetén. Ugyanis, ha bármi másról van szó, nem a kajakkenuról, akkor azt kell csinálni, amit az előbb elkezdtem már ebbe a sorba, úgyhogy inkább kiválasztom ezt a sort, kimásolom, beillesztem, és itt azt mondom, hogy téged kitöröllek, és ide beírom még mögé, hogy ugye negyedik, és itt figyelnünk kell rá, hogy ugye a most itt nem töltöttük ki a sportágat, mert ugye meg volt adva, hogy mit kell beírni, ide viszont kell a pontszám és a versenyszám közé. Tehát ide kell beírnunk, hogy lista jedik eleme pont sportág. Ugye ezzel megcsináljuk azt, hogyha valami nem kajakkenu, akkor azt ne változtassuk meg, hanem az eredeti néven kerüljön bele a Helsinki 2.txt-be. És ez igazából nem vagyunk még meg, nagyon figyelni kell, ez szivatós tud lenni, hogy megcsináltuk ugye ezt a kiiratást, viszont utána le kell zárnunk a fájlt. Igen, le kell zárnunk, nincs folytatása a mondatnak. Azt a következő módon tudjuk megtenni, hogy a kiiratás, ezzel tudunk hivatkozni a fájlra, pont close, és zárójel mögé, lezárjuk, és így már jó is lesz, ha minden igaz. Lefuttatjuk a programot, ugye a konzolra nem írtunk ki semmit, itt a mintában sem szerepel hetes feladatként semmi, szóval ez nem probléma. És belemegyünk a fájlunkba, itt van a Helsinki 2, ezt a programot bezárjuk, hogy biztos megnyissa, és megnézzük, itt van az adat, itt van minden adat. És nézzük is, hogy a mintának megegyezik-e. Ugye itt a 215 kajakkenu, kajakkenu 215 birkózás, 285 torna, minden, nézzük, hogy ez a mi fájlunkban is így történt-e. Itt van 215 kajakkenu, és bizony már ott kötőjellel szerepel, szóval itt nem szólt be a program, nem megcsinálta nekünk nagyon kedvesen. És ezzel kész is vagyunk a hetes feladattal.